jó, rossz, retro és modern játékok egy helyen. Hello mindenkinek! Ez itt a Game Archívum. Jöjjenek a Nocturnal Mission fejezetek, azaz az éjszakai küldetések, amik szintén előzmények, elsőnek az A Dark Secret, azaz egy sötét titok. Az előzmény sztoriban megismerjük, hogy BJ hogyan cáfolja meg a nácik vegyi háborúját. Ebben a fejezetben a főelesség Otto Giftmacher, azaz méregkeverő Otto. Aztán amikor kiiktatjuk, akkor kiderül, hogy a világon az első hullám már írtja a népet, és a haditervek, ami megmutatja az ellenség célpontjait, már a következő kastélyba szállították. A fejezetről annyit, hogy a cím lehet, hogy azt sugallja, hogy tele leszünk titkos helyekkel, de engem azért egy cseppet bosszantott, hogy a titkos helyre kellett dugni a továbbjutáshoz szükséges kulcsot, és ez nem egyszeri eset. Aztán nem beszélve eltúlzott titkos pályákról, mint például a második pályán lévő faltologatósdi, ahol ha egyszer is rossz falt tolsz be, akkor rátolod a következő falra, és kész, nem lesz 100%-os a titkos és kincs értékelő a végén. Oké, nálam nem vész egy GZ Doom-mal ez az eset, mert gyors betöltőm van az csá, de gondoljatok bele, hogy originálban, anno mi 92-ben a mentések csak a pályák közt voltak, és a betöltésnél a pálya eleje és kezdhetted újra. Aztán az a tizedik titkos pálya. Gyerekek, ez valami katasztrófa. Egy kicseszett labirintus, ahol középen van a kijárat, és közben jön 75 fehér ruhás tiszt, akik már az első lövésre sprintelnek feléd. Káosz. Ha egy szóval kéne fogalmazom ezt a pályát, csak annyit mondok, hogy káosz. És ti tudjátok, hogy én hogyan reagálok a káoszra. Thank you.
Come on!
Come on!
You